A romániai átlagnál is pessimistábbak az erdélyi magyarok az Európai Unió jövőjének tekintetében. Ez derül ki legalábbis abból az RMDS megrendelésére készült felmérésből, amelynek egy részét televíziónk is megkapta. Az általunk megkérdezett szociológus azt mondja, az erdélyi magyarok unióval szembeni borulátásának egyik fő oka, hogy az EU nem partner a kisebbségi jogok megvédésében. Az Európai Uniós trenddel szembe menve Románia lakóinak a bizalma csökkent az európai államok közösségében. A hazai állampolgárok kevesebb mint fele, 49%-a vélekedik pozitívan Románia EU tagságáról. Arról, hogy az országon belül hogyan vélekednek az erdélyi magyarok az unióról, az EU statisztikai hivatala nem segít. Az RMDS azonban 2007 óta rendszeresen végeztett szociológiai felméréseket. Betekintést nyertünk az Európai Unióra vonatkozó eddig bizalmas adatokba. Ezekből az derül ki, hogy míg Romániában és Magyarországon a felnőtt lakosság mintegy 40%-a gondolja úgy, hogy az EU-ban rossz irányba mennek a dolgok, az erdélyi magyarok kétharmada van ezen a véleményen. Az erdélyi magyarok úgy érzik, hogy az uniónak az inger küszöbét nem érte el a kisebbségi jogoknak a védelme, vagy az erre irányuló igények. És azt is fontos látni, hogy az elmúlt időszakban egyre erősödő migrációs válság az ezt a percepciót erősíti, értve ez alatt, hogy az erdélyi magyarok úgy látják, hogy az uniónak sokkal fontosabb például a a kérdése, mint az őshonos nemzeti kisebbségeknek az ügye. Ezen kívül az sem mindegy, hogy városon vagy falun él az ember. A megye székelyeken, a nagyobb településeken közel 20%-kal magasabb az unió támogatottsága, mint a falusi környezetben, ami azt bizonyítja, hogy bár az uniós tagság előnyei elvileg mindenkinek járnak, a valóságban ebből nem mindenkinek jut. Azt látjuk, hogy a 8 régióból van 3, ami hát nagyon-nagyon pozitívan teljesített, ugye leginkább az északnyugat régió eredményei kiemelkedőek, 78%-os támogatottságot mértek az északnyugati régióban, 66%-osat Bukarestben és 61%-ot a délnyugati régióban. Ezt a magas százalékot vitte le nagyon-nagyon jelentős mértékben az északkeleti térség. Az Erdélyi TV-nek nyilatkozó szakértők szerint a migráns kérdés kapcsán fennálló Budapest-Brüsszel vita még inkább felerősíti az erdélyi magyarokban a kettős mérce, az elhanyagoltság, illetve a mellőzés érzését.